A klasztert alkotó Iszakbácska és Tiszamenti községekhez a múlt évben csatlakozott Nagybecskerek, Újvidék, Verset, Üreg, Antalfalva, Ruma, Hódság, Zombor, Apatin, Karlóca és Indja önkormányzata is. Ez tartja a múlt év egyik legnagyobb eredményének a klaszter első embere. Pálinkás József elmondása szerint szinte mindegyik tag hatékony részese kíván lenne a vajdaság idegenforgalmi és egészségturizmusi fejlesztésekben. Idén ennél tovább kívánnak lépni. A 2011-es év első felében a nemzetközi határon átívelő projektumoknak a készítését, a partnerkeresést és az önkormányzatok összekapcsolását végezzük a magyarországi partnerekkel a Magyarország-Szerbia IPA projektumokon belül. Itt szeretném kiemelni a legfontosabbat, ez pedig a térségi és a helyi térségi desztinációs menedzsment szervezetnek a kialakítása, amelyet Magyarország már 5 éve elvégzett. Ez az Európai Unióban, Európában 15 éve működik. Hogy az egészségturizmusban óriási potenciálok vannak, azt Pálinkás szerint Magyarország példája is igazolja. A Magyarország az elmúlt 15 esztendőben 1104 millió euró támogatási eszközt hívott le az önkormányzatnak, amiből csak az egészségturisztikai infrastruktúrás beruházásokat végezték, ehhez az önkormányzatok hozzáadták a saját önrészüket, és kialakult az, hogy 250 ezer egészségturizmusban dolgozó személy után most 15 év után több mint 390 ezer dolgozik az egészségturizmusban. Ebből az is leszűrhető, hogy tartományunkban van mit bepótolni az egészségturizmusi klaszter fejlesztésének területén. A potenciálok a természetben és káderállományban megvannak, ám amennyiben a politikum is oda teszi magát az elképzelésekhez, akkor turisztikai desztinációink vonzóbbak, az egészségturizmusban dolgozók száma pedig nagyobb lehet.